Hát igen, van ez. Tőlem már szóval. Azt hiszem, hogy na akkor szeretettel köszöntök mindenkit Gyömörszörösön, az Ökológiai Intézet Alapítvány Oktatóközpontjában. Én Várnak Dávid vagyok, itt dolgozom az Oktatóközpontban. És hát ilyen három az egyben rendezvény, hát azért megkívjuk Önöket. Ebből az egyik a Gömörtornai Fesztivál gömörszülősi napjának a szervezéséért én magam voltam felelős. Sajnálta, hogy mondom, hogy a kezemben tartott program az úgy tűnik, hogy nem fog megvalósulni az eső és egyéb utána következő kínos körülmények mellett a mély sár következtében. Hát azt kell mondjam, hogy egyszerűsödött a programunk, de és fontos programokat megtartásra kerül, úgy, mint a ebéd, illetve az általam már nagyon-nagyon járt várt bábjáték. és hogyha nagyon kitartó a kedves vendégeink, akkor a kisebbségekkel is a tárcház is megtartásra kerül, tehát igaz, hogy ebben a teremben, ezért aztán a fürge ugrándozás valószínűleg keretekre szorítva, de majd meglátjuk, hogy mire képes ez a kis oktató. Ez az utolsó táncház benne, ha minden igaz. Tehát ezt a programot majd kiteszem az ajtóra, meg lehet nézni, milyen jó kis program lett volna. Sok-sok kézművest látom ide, egy egész szürke falkát, de ők sajnos nem értek az eső miatt. Ugyanígy a gomba kiállítást is nagyon sikerül a keresik, mert a gombászok sem érkeztek meg. Az a gombászok. Inkább elmentek gombászni, és hivatkoztak az esőre, hogy keresik. Tehát a Gömörtornai Fesztivál maradék programjaihoz mindenkinek kellemes időtöltést, és hát jó szórakozást kívánok. És átadnám a szót a Gyüle Ivánnak, illetve alapítványunk igazgatójának, hogy a három az egyben rendezvény hát második eleméről, és harmadik eleméről beszámoljon. Visszaszúrom helyére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azért nekem nagy öröm, hogy ilyen rossz időben is ilyen sokan vannak, és nekem különösen mindig az a nagy öröm, hogy egy ilyen valljuk őszintén egy öregedő, nem szívesen mondom kihalóban lévő faluba ide költözik a fiatalság, vagy csak néhány napra is. Én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas dolog, és annak a... Tehát, hogyha én szeretném összefoglalni, hogy mit tettünk az elmúlt 1993-tól, mióta ide vezettük a lábunkat, akkor ez az egyetlen egy eredmény, hogy ilyen sokan vannak ebben a teremben. De ezt legalább mindenki látja. És innentől nagyon simán rá tudom kötni azt, hogy az az új program, amit indítunk, természetesen a meglévő programunknak a folytatása, annak pontosan az az értelme, hogyha legközelebb remélhetőleg dupla ennyien leszünk, mint amennyien most vagyunk, akkor is elférjünk. Tehát majd erről szól a program. De nem szeretnék elébe vágni. Vannak itt sokan olyanok, akik már unalomig ismerik, hogy miről szól ez a mi kis törekvésünk itt. És vannak olyanok, akik nem. Én most nagyon-nagyon gyorsan szeretném átlapozni ezt az elmúlt most már lassan 20 évet, ilyen gyorsan terik, és elmondani őszintén, hogy az a kezdeményezés, amit mi annól itt elindítottunk 93-ban, az milyen tanulságokkal szolgált a számunkra. Hát először is ugye ilyen nagyképűen neveztük el ezt a programot, amikor hozzákezdtünk, tele voltunk nagy invitással is. Azzal a hittel, hogy majd akkor egy ilyen faluból lehet valami olyat csinálni, amit fenntarthatónak lehet nevezni. De hát ugye sajnos kiderült, hogy bizony azokat a negatív folyamatokat, amelyek egyáltalában ma jellemzik a magyar marginális vidéket, azokat nem lehet helyben megfordítani. Ugye azok nagyon erősen külső befolyásoltságúak, és hát hogy
hogyha nagyon pessimista akarok lenni, akkor azt tudom mondani így utólag, hogy minden ilyen kezdeményezés az addig, amíg ez a külső környezet áll fenn, pedig nagyjából halálra van ítélve. De aztán találtunk megfelelő ideológiát, hogy miért nevezünk mégis fenntartható falunak ezt a programot, és talán ez meg is áll a lábán, hiszen hogyha azokat a tradicionális életmódokat veszük alapul, amit ez a közösség itt folytatott, tehát ahogy viszonyult valamikor a környezetéhez, akkor ez mindenféleképpen példaként lehet állítani akár mai napig. Ugye a nagyon mohó anyagias világgal szemben, de természetesen mondjuk azok az emberek, akik itt élnek, ők is egy anyagi értelemben is egy jobb létre vágynak, és hát bizony ezt az anyagi jólétet megvalósítani egy olyan piacon, amelyik állandóan ugye fogy, tehát elfogy a belső piaci lehetősége, hát bizony ezt a jólétet megteremteni, megint csak azt tudom mondani, hogy lehetetlen. Hát ugye a mi intézetünk 92-ben alakult, mint már említettem, 93-ban jöttünk ide először, és mi elég komolyan vettük ezt a programot a felkészülés szempontjából. Megpróbáltuk megkérdezni a lakosságot, hogy mit szeretne, milyen elképzelései vannak. Ez egy érdekes dolog, mert már akkor a falu, ugye egy előregedő falu képét mutatta, és előre lehetett látni, hogy 20 év alatt egy jelentős népességfogyás fog bekövetkezni. De igazából véve a lakosság már éppen a korosztály összetétele miatt már akkor sem rendelkezett egy saját jövőképpel. És én emlékszem arra az alkalomra, amikor négy olyan ember ült a terembe a meghívásunkra, akiből három sajnos majd ott nincs közöttünk, és ugye azt mondják, hogy azt csinálnak, amit akarnak, nekünk nincs jövő. Tehát ez egy elég szomorú kezdet volt bizony ez a programhoz. Ennek ellenére ugye ezzel a naivitással rendelkeztünk. Hát, ugye meg felmértük a problémákat és felmértük a lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy a problémák azóta csak súlyosbodtak, a lehetőségek viszont megmaradtak. Csak ez a világ nem igazán kedvez annak a csokornak, ugye, amiből egy szép, gazdag jövőt fel lehetne építeni, de mi még mindig reménykedünk, hogy na majd csak egyszer. Ami az eredeti elhatározásunk volt, ugye az, hogy már akkor a 90-es évek elején így a vidékfejlődés, vagy a vidékfejlesztés, ugye látva a vidéknek az elmaradottságát egy ilyen divatos irányzattá vált, és hát ugye megszállták a vidéket a fejlesztők, és mindenféle terveket kezdtek el a vidékre készíteni. De hát ezek a tervek a szokványos gondolkodást tükrözték, és ugye mi azt gondoltuk, hogy vajon akkor az az elv, ami felmerült újként a világba, ugye a fenntartható fejlődés elve, hogy vajon ez az elv alkalmazható itt egy ilyen kicsi falura, és hát lehet-e ennek az elvnek a mentén másképp fejleszteni. Erről szólt ez az egész kísérlet, vagy szólna a mai napig. Ugye a három fő pillére, egyik ez a szerves kultúra megőrzése. Hát amit említettem, hogy ugye itt még mindig azért van egy olyan típusú életmód, ami sokkal jobban hasonlít a fenntarthatóságra, illetve hát a helyi közösség létminőségének a javítása, és hát természetesen annak